büdös francot csináltál? Mi bajod van? Megőrültél? Annyi tetves patkányuk van Mexikóban. Miért hívtál épp ide? Egyik hely olyan, mint a másik. Te már jártál itt? Nem. Néhányszor elmentem mellette. Láttam, hogy lerobbant hely, mindentől távol, sehol egy zsaru. Nyitva tart alkonyattól pirkadatig, és te reggel akartál találkozni, tessék! Igen, és mivel ezt a helyet választottad ki, az öcsém meghalt, és ennek a lánynak az egész családja meghalt. Valami őrültek voltak? Úgy néztek ki? Te úgy láttad? Vámpírok voltak. Az őrültek nem robbannak szét, ha a napfény éri őket, akármilyen budjantak. Szeret? Mivel kárpótoljalak? Nem tudsz kárpótolni, Carlos. Ezért nem tudsz. Ezért semmivel nem lehet. 15% 30 helyet, hogy elrejben maradhassak. Azt elfogadom. 28. Az öcsém meghalt, nem érted? Elment, és nem tér vissza. És ez a te hibád. 20. Oké? 25. Két. Hozd ide a táskámat a lakókocsiból. Rondán nézel ki. Kérsz egy sört? Van a kocsiban. Jó, hideg, ha? Van mexikói is, és amerikai is. Dzsinganosz. Tetszik a kocsi? Elmegy. Bár azt mondtam, vadonatújat kérek. Hé, új, ez Cabron. Egy kábítószer-díler haveromé volt. 14-szer ült benne 5 év alatt. Még tiszta új, esküszöm mindenre. Akkor menjek utánad? Igen. Gyere utána. Jó van, mindjárt. Sajnálom. Én is sajnálom. Hát, szevasz. Seth! Ne menjek veled. Két, tudod, hogy Elrej milyen hely? Nem. Hé, Seth! Indulunk. Menj haza, Két. Gazember vagyok, de strici nem.